Ezzel a videóval most egy újabb sorozatot indítok, amelynek témáját ti szavaztátok meg, ez pedig az egészséges táplálkozás. Na most, ez a téma óriási, nyilvánvaló, hogy rengeteget lehetne erről beszélni, és nem is könnyű a dolgom. Ahogy így gondolkoztam, hogy mégis miről beszéljek nektek, az alapkérdéshez mentem vissza, hogy kezdjük is ezzel, hogy egyáltalán mi az az egészséges táplálkozás. Mert hogyha te ezt mondjuk beütöd a Google-be, akkor rengeteg információt fogsz találni róla, és nagyon egymásnak ellentmondó információkat is felelhetsz. Ezért szerintem fontos innen kiindulni, hogy egyáltalán mi az, hogy egészséges táplálkozás. Nos, nagyon egyszerűen szerintem úgy fogalmazhatjuk ezt meg, hogy az egészséges táplálkozás egy olyan jellegű étrend, ami elősegíti az egészséget. Ilyen egyszerű. És mi az az egészség? Lényegében szerintem az egészség az egy egyensúlyi állapot. A szervezet belső egyensúlya. A szervezetünk mindig erre a belső egyensúlyra törekszik, idegen szóval ezt mondhatjuk homeosztázisnak is, és mindig erre törekszik visszatérni. Ez egy dinamikus egyensúly, tehát vannak benne kilengések folyamatosan, de mindig ezt az egyensúlyt törekszik fenntartani. Egy egyszerű példa a vércukorszint. Nyilvánvaló, hogyha eszünk szénhidrátos élelmiszereket, a vércukorszint megemelkedik, de a szervezet elkezdi rögtön az inzulin segítségével csökkenteni, és visszaáll az egyensúlyi állapotba. Hogyha valaki megbetegszik, az lényegében azt jelenti, hogy ez az egyensúly megbomlik. Felborul a szervezet belső egyensúlya. Ha maradunk a vércukor példájánál, ez azt jelenti, hogy túlságosan, tartósan megemelkedik a vércukorszint, és az inzulin azt nem képes már az egyensúlyi tartományban tartani. Tehát, ha így gondolkozunk, az egészséges táplálkozás lényegében elősegíti a szervezet belső egyensúlyának a fenntartását. Na most, innen jön a bonyodalom. Ugyanis attól függően, hogy kinek milyen állapotban van a szervezete, attól függ, hogy kinek milyen lesz az egészséges étrend. És vannak olyan kisiklások, amik egy bizonyos étrendet igényelnek, például mondjuk pont a cukorbetegség esetén egy meghatározott típusú diéta lesz előnyös, ami alacsony szénhidrát tartalmú. De egy másik betegség esetén lehet, hogy egy teljesen más jellegű étrend lesz az egészséges. És ahogy így gondolkoztam, én arra jutottam, hogy lényegében nincs is olyan élelmiszer, amire azt lehetne mondani, hogy bárki számára, már mindenki számára ugyanolyan egészséges lenne. Pontosabban egy mégis van, elmutatom, a víz. Azt hiszem, hogy ez az egyetlen olyan élelmiszer, amire mindnyájunknak ugyanúgy nagy-nagy szüksége van, és mindenki számára a tiszta víz az egy egészséges élelmiszer, szerintem. De egyébként úgy nagyon más, szerintem nincs is ilyen, mert hogy annyiféle egészségállapotbeli kisiklás van, annyiféle betegség, hogy rengetegféle étrend lehet szükséges. Ezért vannak a dietetikusok, mint én, akik ezt tanulják, hogy bizonyos betegségekre milyen étrend jó. És vannak persze egészséges emberek, akiknek meglehetősen jó egyensúlyban van a szervezete. Na, az ő esetükben egyébként sokszor azt láthatjuk, hogy szinte bármit esznek, és mégis jól vannak. Egy darabig. Ezt láthatjuk például a fiatal, életerős szervezeteken, mondjuk megnézzük a gimnazista gyerekeket, még tegyük fel, még sportol is az illető, össze-vissza eszik szinte bármit, és úgy tűnik egészséges. És mikor még ennyire erős, egészséges a szervezet így fiatalkorban, sok mindent elbír. És lehet, hogy az illető mekiben eszik rendszeresen, de mégis a szervezete mindig visszatalál erre az egyensúlyra, mert még olyan erős. De ahogy telnek az évek, évtizedek, bizony egyre könnyebb lesz, sajnos, az egyensúlyt elveszteni. És ezért van az, amit én magam is
tapasztaltam, nemrég volt nyáron osztálytalálkozom, 10 éves osztálytalálkozom, és olyan osztálytársaim, akik a gimnáziumban nagyon vékonyak voltak, sportosak voltak, és nem is ettek túl ideálisan, de azt gondoltam, hogy ó, ők sose fognak elhízni, mert olyan ilyen vékony testalkatúak voltak, meg nagyon ilyen sportosak, és megjelentek az osztálytalálkozón pocakkal. Ilyen is van, mert hogy idővel a szervezet könnyebben sajnos elveszti az egyensúlyt. De visszatérve az egészséges étrendre, ebben a sorozatban én azt próbálom meg elérni, hogy áttekintjük az élelmiszer csoportokat. Ha erre lesz idő, és a kislányom is úgy akarja, aki egyébként most itt látható, hogy alszik, ezen nézem ezen a monitoron, és remélem, hogy még jó sokáig alszik, hogy tudjak még videót felvenni. Tehát a lényeg az, hogy áttekintenénk fő élelmiszer csoportokat, és megvizsgálnánk tápérték szempontjából is, óvatosan, és erre mindjárt meg kitérek, és ajánlhatóság szempontjából is, hogy kinek lehet ez az élelmiszer jó választás, és ki az, akinek viszont lehet, hogy kerülendő az adott élelmiszer. Illetve a harmadik szempont, amit szeretnék majd megnézni, a gyakorlati felhasználása az élelmiszernek, hogy így ételkészítés szempontjából hogyan lehet azt jól használni, de mindezekre majd röviden igyekszem kitérni, mert most tényleg nincs időm hosszú videókat csinálni, nektek meg úgy sincs időtök hosszú videókat nézni. De egy dologról még itt szeretnék beszélni, ez pedig a nutricionizmus. A nutricionizmus egy nehezen kimondható szó, és ez egy olyan csapda, amiben nem szeretnék beleesni. Lényegében miről is van szó? A nutricionizmus szó a nutriens szóból ered, és nutriens lényegében tápanyagot jelent magyarul. A nutricionizmus veszélye az, hogy elfeledkezünk az élelmiszerekről, mint például itt látható egy alma, ez egy élelmiszer. Nutricionizmus szemüvegén nézzük ezt az élelmiszert, már nem azt látjuk, hogy ez egy alma, hanem rögtön azt elemezzük, hogy mennyi benne a szénhidrát, mennyi benne az élelmirost, mennyiben C-vitamin, milyen antioxidánsok vannak benne, mennyire emeli ez majd meg a vércukorszintet, mennyi a glikémiás indexe, stb. Stb. Tehát lényegében a nutricionizmus veszélye az, hogy kiragadjuk az ételeket, illetve kiragadjuk a nutrienseket az ételek kontextusából. Ez a nagy veszélye, illetve továbbá az lehet, hogy kiragadjuk az ételeket az étrend kontextusából. Tehát azt a veszélyt, azt a csapdát szeretném elkerülni, hogy ebben a sorozatban én nagyon ráfókuszáljak különböző kis tápanyagokra, miközben szem előtt tévesztjük az élelmiszereket. Szeretnék az elsősorban az élelmiszerekkel foglalkozni, úgy, hogy azért a tápértékről is essen szó, de ne felejtsük el azt, hogy mi végső soron élelmiszereket eszünk, és nem csak nutrienseket. Mert ha csak a nutriensekre fókuszálunk, bizony nem is biztos, hogy egészséges étrendet tudunk összeállítani, mert erre nagyon ráállt már az élelmiszeripar, és ha csak mondjuk azt mondjuk, hogy mondjuk az omega-3 zsírsavak milyen egészségesek, és akkor az élelmiszeripar gyárt olyan műanyag termékeket, ami dúsít omega-3 zsírsavval, és a tájékozatlan a fogyasztó azt gondolja, hogy ó, rá van írva, hogy omega-3 van benne, az csak jó lehet. De nem biztos, mert lehet, hogy ez egy műanyag, és nem is egy teljes értékű élelmiszer. Úgyhogy erre vigyáznunk kell, és azt javaslom, te is vigyázz, hogy elsősorban teljes értékű élelmiszerekről beszéljünk, és ezeket keressük, és én ezeknek a jellemzőiről fogok majd beszélni, de igyekszem mindezt gyakorlatilag és viszonylag lényegre törően megtenni. Hogyha ez a sorozat érdekel, akár feliratkozhatsz a csatornámra, vagy követhetsz a Facebookon is, az oldalam neve Vödör Novák Réka.